Ez a dunaharasztionline.hu, azaz a DHO podcast sorozatának legelső adása, mi már nagyon örülünk, hogy ön most itt van, és reméljük, hogy a következő részek alatt is köszönhetjük majd. Ebben a sorozatban minden alkalommal igyekszünk bemutatni egy-egy olyan embert, helyzetet, szituációt, csapatot, aki dunaharaszti számára fontos. Lehet, hogy a jövő hónapban, vagy a jövő héten éppen önt látjuk itt vendégül. A lényeg az, hogyha YouTube-on nézi most az adásunkat, akkor nyomjon a feliratkozás gombra, ott is a kis fekete csengőt kellene kiválasztani, és akkor értesítést kap majd az új részekről. De az is jó, hogyha a dunaharasztionline.hu hírportált olvasgatja, vagy követ bennünket a Facebookon. Ez azért garancia lesz arra, hogy nem marad le semmi fontosról, ami éppen most Dunaharasztin történik. És ami most történik Dunaharasztin, az is nagyon fontos, hiszen arról fogunk ma beszélgetni, hogy önkéntesen hogyan oltanak tüzet itt, ebben a városban egy lelkes csapat tagjai. Ez a podcast adás két szempontból is az első, hiszen most indul a műsorsorozat, másrészt itt mutatkozik be a Dunaharaszti Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Sziasztok, srácok! Szia! Szia, Attila! Gyorsan bemutatlak benneteket, először is Molnár Péter, aki sokaknak ismerős lehet Dunaharasztén, a képeidet nagyon sok helyen látták, mozdonyvezető vagy majd kijavítasz egyébként, nős, és emellett még a szabad idődben most már tűzoltóskodsz is. Igen, Attila, ez így van. Minden gyerek életében, főleg a fiúk életében azért van ez az álom, hogy katona akarok lenni, mozdonyvezető, vadakat terelő, juhász, meg kukás autóvezető. Én ez utóbbi akartam egyébként lenni. Neked azért két dolog ebből összejött, a mozdonyvezetés, meg a tűzoltóság. Miért? Ez volt a gyerekkori álom? Igen, gyakorlatilag annyiban egészíteném, hogy három dolog jött össze, a futballal bevegyíteném még ezt, mert egy ideig azt csináltam hivatásosan, és utána lettem mozdonyvezető, és most pedig ez a harmadik gyerekkori álom. Mondhatjuk így, akkor a tűzoltóság is, úgy gondolom, hogy szerintem most már sinem van. Van még, sinem, jó, van még olyan gyerekkori álom, ami megvalósulásra vár? Nem gondolnám, szerintem minden perfekt, úgy gondolom, hogy megtaláltam a számításaimat a srácokkal is, a tűzoltósággal is, meg úgy emblok az egész életben. Másik vendégünk Szabados Zoltán, a 8. kerületi hivatásos tűzoltó parancsnokság parancsnok helyettese, és a Dunaharaszti Önkéntes Tűzoltóság megbízott tűzoltója. De hogy keveredtél a tűzoltósághoz, Zoli? A hivatásoshoz, vagy az önkénteshez? A hivatásoshoz. Hát ez egy elég régi történet. Az alapszakmám az informatikus. És dolgoztam is benne, viszont a második üzletet a fejem felett bezárták, ugye már akkor összeházasodtunk, lakáshitelünk is volt, és azt mondtam, hogy na, ezt akkor itt befejeztük, olyan állásom, szakmám, hivatásom lesz, ami biztos, hogy akár örök is lehet, aminél nem fog ilyen történni. És akkor maradt ugye a rendőrség, tűzoltóság, katonaság a részemre, és ebből pedig hát a úgyszint gyerekkori szerelem a tűzoltóság nyert. És azóta meg még nagyobb szerelem lett. Nős bevált. Vagy két gyerek apukája, hogy viseli a család, hogy ennyire kevés időt töltesz otthon? Hullámzóan, azt mondhatom, de full respect nekik, mert egyébként nagyon jól. Peti, nálad te se sok időt töltesz otthon, tehát vagy focizol, vagy fotózol, vagy vonaton ülsz, vagy tüzet oltasz most már. Én abszolút maximális köszönetet szeretnék mondani a páromnak. Teljesen jól viseli, gyakorlatilag így tudjuk kiegészíteni egymást, és rengeteget támogat ebben, úgyhogy mindenkinek azt kívánom, hogy ilyen felesége legyen. Szaladjunk vissza a dolgok elejére. Hogyan indult, hogyan lett Dunaharasztin Önkéntes Tűzoltó Egyesület? Facebookon kezdődött egy toborzás, és egyre több ember jelentkezett. Meg voltak adva különböző szempontok, hogy esetleg tűzoltónak, akkor még ilyen nem szakmai megközelítése volt, hogy rádiósnak, meg voltak különböző megjelölések, hogy mire lehet jelentkezni, és egy a jó 10-12 éve én egyszer még a Haraszti egyik Facebook oldalán felvetettem, hogy véleményem szerint jó lenne egy tűzoltóság, de ez ott ugye annyiba is maradt, ez csak egy ötlet volt, ugye egy hozzászólás a sok közül, és ez tavaly évben ugye ez elindult
ez az oldal, hogy Dunaharaszti Önkéntes Tűzoltóság, indítsunk egyet, keressünk embereket. Ehhez én csatlakoztam, és gyakorlatilag így épült fel ez az egész, egyre többen csatlakoztunk, aztán egy közös találkozóval ez elindult, ez a Dunaharaszti Tűzoltóság. Hány emberről beszélünk most? A mostani létszámunk az kb. 15 fő, de kb. 18 fővel alakult egyébként ez a Dunaharaszti Önkéntes Tűzoltóság. Az aktív srácoknak a száma 15 fő, van egy hölgyünk is egyébként. Maga a tagjaink azért, akik ugye ezek a tagdíj fizető tagjaink, hál' Isten ők azért jóval többek, de maga akik vonulnak, ők 15 főről tudunk beszélni. Zoli, a szakmai kérdéseket azokat hozzád intézem. Jelenleg, hiszen még egy hajszálon múlik, nem aktíva az Önkéntes Tűzoltóság Dunaharasztin. Hogy történik egy tűzeset elhárítása Dunaharasztin? Mi ennek a metódusa? A metódusa az lesz, hogy ugyanúgy, ahogy a hivatásos is megkapja a riasztást, ugyanúgy mi is fogunk kapni egy üzenetet, egy értesítést, SMS vagy e-mail formájában, a fontosabb információkkal. Tehát, hogy pontosan hova kell, hogy menjünk, mit lehet tudni arról, hogy milyen létesítményépület, esetleg műszaki mentés vagy tűzeset, kik jönnek még ki, és körülbelül ennyi. Jelenleg egyébként mi a helyzet? Tehát, hogyha valaki felhívja a 112-t és közli, hogy ég a konyhámban az olaj, és hogy segítsenek, akkor kimegy a Sziget-Szentmiklósi központhoz a riasztás. Aztán? Annyiba pontosítanék, hogy a 112-re megy ki, és a 112 pedig az aktuálisan legközelebb lévő egységet fogja értesíteni, mert ugye Miklóssal is előfordul az, hogy oké, hogy itt van a laktanya közel, de lehet, hogy pont a szerek valahol már dolgoznak. Tehát ez nem feltétlenül ennyire egyszerű. A szerek azok a tűzoltó egységek. Így van. Tűzoltógépelmi fecskendőnek hívjuk őket, de tűzoltóautónak hívjuk, hogy mindenki értse. Igen. És ha mondjuk nincsenek itt, akkor a környékbeli legközelebbit fogja értesíteni, az is lehet, hogy a fővárosból mondjuk a 20. kerületet, ha éppen ő otthon van. Úgyhogy ez egy kicsit így bonyolultabb, tehát ezt nem is feltétlenül érti mindig mindenki, hogy miért tartott mondjuk ennyi ideig ideérni, mert lehet, hogy pont 50 vagy 100 kilométerről jött valaki. 100 mondjuk azért egy kicsit túlzás. De igen, beérkezik a 112-re a hívás, ott szépen kikérdezik, a 112-ről kimegy a hivatásos egységhez és esetleg az önkéntesekhez is, és onnantól kezdve mindenki indul, ahogy tud. Ugye a hivatásosoknak 2 perce van az indulásra, az önkéntesnek pedig hát attól függően, hogy tud ő vonulni, attól függően tud menni. Mert ugye az önkéntes a saját munkája mellett végzi ezt az egészet, úgyhogy mi is úgy fogjuk tudni ezt az egészet csinálni, hogy ha nem dolgozunk, akkor fogunk tudni vonulni. Idővel, ha olyan lesz a létszám, hogy mondjuk el tudjuk ezt úgy osztani, hogy a rendes hivatali munkaidőben is van olyan, aki tudja vállalni a készenlétet, akkor persze 0-24-ben mehet ez az egész, de ehhez azért olyan létszám kell, aki mondjuk valaki éjszaka dolgozik, valaki nappal, és ilyen jól el lehet osztani, kevesebb a terhelés is. Nyilván a filmekből tudjuk, hogy a hivatásos tűzoltók azok bent vannak a laktanyában, és ha kell, akkor beleugranak a gatyába, és a csövön keresztül lemennek a tűzoltóautóhoz. De hogy történik ez az önkénteseknél, hiszen nektek nincs laktanyátok? Igen, nekünk nincs laktanyánk. Mi megkapjuk az SMS riasztást, és gyakorlatilag otthon, mi hamarabb vagy otthon öltözünk föl, és battanunk autóba, és megyünk a helyszínre, ahol az autónk van, ott találkozunk, és onnan gyakorlatilag azonnal tudunk indulni. Vagy ha már ez annyira fejlett lesz, akkor az autónál, hogyha lesz egy olyan lehetőségünk, hogy ott tudunk öltözni, akkor még hamarabb oda tudunk érni, beugrunk a ruhánkba, és gyakorlatilag tudunk is indulni. Fontos kérdés egyébként, hogy mi a különbség a hivatásos tűzoltó és az önkéntes tűzoltó között, azon túl, hogy az egyik azért kapja a fizetését, a másik pedig kvázi szabad idejében csinálja, de beavatkozás szintjén mi különbözteti meg őket, Zoli? Beavatkozás szintjén a legelső és talán legfontosabb, hogy mindig a hivatásos az irányító. Tehát a hivatásos az, aki meg fogja tudni mondani, hogy pontosan mit és mikor mit kell csinálni, vagy hogyan akár. Mert bárhova is megyünk, akár mi legyünk az első kiérkezők, elkezdünk valamit, de onnantól kezdve, hogy kiér a hivatásos, az irányítást átadjuk neki, és ő fogja megmondani, hogy mi mit fogunk csinálni. Na de talán egyébként pedig ugyanaz a dolgotok, nem? Tehát a tüzet el kell oltani. Nyilván, de hát ez mondjuk állampolgári kötelesség is, a tűzvédelmi törvényben ez is szépen le van írva. De ezen felül, hát azért nem mindegy, hogy jó, van különbség abban, hogy mit lehet elvárni mondjuk a
feladat az persze ugyanaz, de az, hogy mi elvárható egy önkéntestől és egy hivatásostól, talán ott van a legnagyobb különbség. Mert az önkéntes a saját szabad idejéből ingyen a mások segítéséért teszi ezt, ugyanígy a hivatásos is, csak ő nem a szabad idejéből, hanem munkaidejéből, és hivatásként csinálja ezt az egészet. A te eseted egyébként ebből a szempontból kifejezetten érdekes, hiszen hivatásos tűzoltó is vagy, és akkor majd úgy fogsz pihenni, hogy önkéntes tűzoltó is vagy? Akár, vagy inkább így segítem a többieket. Én 10 évig voltam gépjárműfecskendőn, és most leszek 15 éve tűzoltó. A maradék, vagy az utolsó 5 évemet jobban mondva, már irodában végeztem, dolgozom, illetve nagyon ritkán évi pár alkalommal ülök csak föl autóra, és úgy megyek riasztásra. Vagy hát kell egyébként mellette ügyeletet is vállalnunk, de viszonylag ritka, hogy én tényleg készenlétet lássak el. Itt viszont a legfőbb különbség, hogy itt ugyanúgy készenlétben leszek, mint a korábbi időkben. Csak otthonról. Peti, beszéltünk sokat a szabadidőről. Többiek is a szabadidejüket áldozzák erre a feladatra, vagy erre a szolgálatra. Azt hiszem, hogy ez a legjobb kifejezés rá. Mekkora terhelést jelent ez? Én úgy gondolom, hogy egyik oldalon nézve akkor nagy terhelés jelent, de másik oldalon, mivel önkéntes alapon működik, csak azok jelentkeztek, illetve azért már eltelt egy jó idő, mióta megalakultunk, azért ki is szűrtük magunk közül ugye azokat, illetve távoztak azok az emberek, akik úgy érezték, hogy ez nekik nem fog menni. Én úgy gondolom, hogy szerintem nem jelent akkora terhelést, mert hogy maga a segítség, maga az, hogy egy jó cél érdekében cselekszünk, szerintem ez mindenképpen egy nagyon pozitív löketet ad. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy szerintem nem akkora terhelés, de nyilvánvaló maga már az effektív munka ebben természetesen fizikailag, szellemileg az, de maga az életedben szerintem ez egy nagyon-nagyon jó dolog, hogy mi ebbe belevágtunk, és én magam részéről azt tudom mondani, hogy nagy terhelés ugyan, de nagyon nagy lelkesedéssel és szeretettel csináljuk. Mi kell ahhoz, hogy egy lelkes csapatból, hogy összeáll 12 ember, és azt mondja, hogy gyere Jóska, olcsunk tüzet, valóban bevethető önkéntes tűzoltó csapat legyen? Mi az az út, amin keresztül végig kell menni, hogy eljussatok idáig? Mondanám, hogy kell két nagyon jó vezető. Egy kicsit hadd szóljak magunk mellett, de tényleg egyébként... Ez a szóbeli válveregetés volt magatok. Igen, egy picit hadd fényezem. Nem, de tényleg alapvetően szerintem kell egy nagyon jó vezetés ennek az egésznek. Aki összefogja, aki szelektálja az embereket, aki a feladatokat ki tudja osztani. Mi Zolival egyébként rengeteget ötletelünk, rengeteget mentünk azért, hogy mi megalakuljunk, illetve a megalakulásunk után ugye ez az egész működjön. Gyakorlatilag úgy gondolom, hogy egy nagyon nagy fegyelem is kell ehhez. Mert azon kívül, hogy én futballoztam nagyon sokáig, gyakorlatilag 6-7 évesen kezdtem futballozni, én a focihoz tudom ezt hasonlítani, hogy amíg nem pénzért csináltam, ugye addig is meg kellett felelni valamilyen szabálynak, be kellett tartani a szabályokat, és természetesen az edzéseken meg kellett jelenni. Ez ugyanaz a önkéntes tűzoltóság. Ha vállaljuk, akkor meg kell jelenni a gyakorlatokon, meg kell jelenni az elméleti oktatásokon, a gyakorlati oktatásokon, és természetesen, ha riasztás van, akkor ott is. Úgyhogy ez nem engedheti meg magának senki azt, hogy az ígéret földje maradjon, úgyhogy ez tényleg nem úgy működik. De úgy gondolom, hogy a mi kis csapatunk abszolút 100%-osan megérett erre a feladatra. Bizonyos feltételeknek is meg kell felelni, adminisztratíve, vizsgáknak is, ahogy az előbb mondtad. Mik ezek? Hogy bevethetőek legyetek. Igen, hát ugye 18 éves betöltött életkor, orvosi alkalmassági vizsgálat, illetve egy 40 órás tűzoltó alaptanfolyamon kellett részt venni mindenkinek. Erről ugye egy hivatalos dokumentumot kaptunk, és azok a srácok tudnak vonulni, akik ezeknek a feltételeknek megfelelnek. Mi kell még ahhoz, hogy valóban bevethetőek legyetek? Azt tudom, hogy egy ilyen nyúlfarknyi apróság. Szerintem erről beszéljen az Oli, mert lehet, hogy a szakmailag egy picit jobban meg tudja ezt magyarázni. Tényleg csak egy nyúlfarknyi, mert már nagyon-nagyon a célegyenesben vagyunk. Ez azt jelenti, hogy a riasztási rendszerben való felvételünk utolsó pontjait éljük, mert hogy napok, maximum egy hét kérdése az, hogy élesbe kapjuk a riasztásokat, onnantól kezdve mi vonulóképesek vagyunk, illetve hát még addig a gépjármű fecskendőnket tökéletesítjük, még szebbé, jobbá tesszük.
ha már a gépjármű fecskendőről van szó, van egy nagyon kis frankó tűzoltó autótok, mi átlag emberek azt tudjuk róla, hogy egy szép piros és szirénázik. Na, de ezen kívül mit lehet róla tudni? Peti? 1000 liter víz tárolására és szállítására képes. Ugye ezen az autón van egy szivattyú, illetve különböző berendezések. 6 fő tud ezzel az autóval vonulni, és gyakorlatilag teljes mértékben megfelel azoknak a kritériumoknak, amivel egy tűzoltó autónak rendelkeznie kell ahhoz, hogy hivatalosan is tudjon vonulni. Úgyhogy egy nagyon szép kis autó van, amit csinosítgatunk még, úgyhogy így már alig várjuk, hogy megjelenjünk vele. Egyébként hoztatok nekünk néhány eszközt már, mint így bemutatni, itt a díszletben látható a kis tűzoltó kabáttól kezdve. A sisaknak mi a neve? Vagy csak simán sisak, vagy kobak? Vagy... Sisak. Sisak, ami már egyébként a te nevedre szól. Van itt az asztalon egyébként balta? Kisbontó balta, igen. Kisbontó balta, derékövre rakható. Hát nekem ez szerszámos szíj, de nem tudom. Mászolyv. Mászolyv? Pontos neve, így van. Mert ebben tudtok ti mászni. Mászni, mást menteni, saját magunkat menteni, igen. Mennyibe kerül egy-egy tűzoltó felszerelése? Nem tudom, hogy lebontsam-e egyébként részletekre, de szerintem, ha úgy általában egy egyéni ezeket a munkavédelmi felszereléseket nézve, én azt tudom mondani, hogy nem rugaszkodok el a valóságtól, ha közelíti az 1 millió forintot egy darab tűzoltónak a felszerelése. Ez csak a ruháról, a sisakról, a mászóövről, a bakancsról, a kesztyűről, vagy a fejem viselődő kámzsáról beszélek, úgyhogy ez közel ennyi. Súlyban ez egyébként mennyi? Egy teljes menetfelszerelés, amikor úgy brutálba kell vonulni. Szerintem egy olyan plusz 40 kiló van rajtunk. Hát mondhatom. A teljes menetfelszerelés, igen, akkor légzővel, tömlőket viszel, akkor lesz az akár 40 is, igen. Az fontos elmondani, hogy ezt nem kapjátok ajándékba abban a pillanatban, ezt az egész cuccot, amikor úgy döntötök, hogy önkéntes tűzoltók lesztek, hanem mindenki belenyúl a pénztárcájába, és egyébként ennél a mi kis csapatunknál, ami nekem nagyon-nagyon tetszik az, hogy egymás segítve vásároltuk meg ezeket a dolgokat, hogy gyakorlatilag egy célegyenesbe kerüljünk. Persze azért nyilván az Egyesület nyitott arra, hogyha valaki szeretne segíteni, az tudjon segíteni. Természetesen nyitottak vagyunk rá, illetve eddig is voltak segítségek. Én nagyon szeretném megköszönni azoknak a lakosoknak, vállalkozóknak, akik ahhoz hozzájárulnak, hozzájárultak, és reméljük a jövőben is hozzá fognak járulni, hogy gyakorlatilag flottul működjön az egész, egy jó felszereléssel és egy tényleg használható bevetési eszközökkel legyünk ellátva. Mennyibe kerül egy önkéntes tűzoltó egyesület fenntartása, hogyha vonultok már, ennek nyilván plusz költsége van? Ugye a felszereléseken kívül ugye ezeket a rengeteg felszerelést felül kell vizsgáltatni akár évente. Ennek van egy elég komoly költsége. Gyakorlatilag amit az asztalon látunk, szerintem minden egyes eszközt felül kell vizsgáltatni, hogy az időszakonként megfeleljen azoknak a kritériumoknak, elvárásoknak, hogy ezzel bevetésre lehessen menni. Illetve hát az maga a fejlesztésre kell koncentrálnunk, hogy mi is azért minél jobb eszközöket tudjunk venni. Illetve hát az üzemanyag költség, az autó üzemeltetési költsége, a biztosítási díjak, úgyhogy azért ez egy jelentős összeg itt azért éves szinten, hát egy 6-7 millió forintról beszélek, hogy azzal működünk, és akkor abban talán még nem is nagyon fejlesztettünk olyan szinten, mert azért horribilis összegekről beszélünk, hogyha tűzoltás technikáról beszélünk. Akkor ehhez is kell a segítség, a támogatók segítség. Mindenképpen igen. Hogyha valaki úgy dönt, hogy szeretne nektek adakozni, adományt adni, akkor hol vagy hol ér el benneteket, vagy hogyan tud? A Facebookon is van egy oldalunk, a Dunaharaszti Önkéntes Tűzoltóság néven, illetve van honlapunk, illetve hát ugye ezeken szerepelnek számlaszámok, de nagyon örülök egyébként annak, hogy aki nekünk segít, én minden emberrel, Zolival egyetemben minden emberrel egyesével találkoztunk, és gyakorlatilag ez egy sokkal személyesebbé tette az egészet, illetve én úgy gondolom, hogy remélem a személyes varázsunknak köszönhetően, de egy nagyon jó kapcsolat alakult ki mindenkivel, aki eddig segített, és aki szeretne, megtalál bennünket akár üzenetben, és egy tényleg egy kávé együdítő mellett tudunk róla beszélni. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy amit kapunk támogatás, mindennel el tudjunk számolni. Aki bennünket támogat, havonta írunk egy összefoglalót az Egyesület életéről, gyakorlatilag itt lebontva az, hogy mit kaptunk, mit vettünk, mivel foglalkoztunk.
számszerűen is akár ugye betekinthetnek természetesen ezáltal a költségvetésünkbe is, de mindenképpen azon vagyunk, hogy informáljuk ezeket az embereket. Teljesen hivatalos a támogatás, ezt úgy tudom mondani, hogy ha esetleg cég támogat, akkor mi erről egy adományozási dokumentumot adunk, úgyhogy ez egy teljesen elszámolható és abszolút hivatalos. Nagyon fontos, hogy már most elkezdtetek gondolkodni az utánpótlás nevelésen, elindítottatok egy programot, mi ez? Igen, április 2023. április 1-én a Dunaparton a Csónakházban egy ilyen ifjúsági utánpótlás, ifjúsági toborzás lesz, ifjúsági tűzoltókat szeretnénk. Itt 10-től 18 éves korig várjuk a lányok, fiúk, kicsik, nagyok jelentkezését. Mit tudnak itt csinálni egyébként? Gyakorlatilag itt az összes foglalkozásainkon részt tudnak venni, ugyanúgy bemutatjuk nekik az eszközöket, megtanítjuk őket ezeket az eszközöket használni, természetesen ugye az ő súlykapacitásukat figyelembe véve, hogy mit bírnak el. Rájuk nem kerül egy 40 kilós szett. Valószínű nem, esetleg a 17 évesekre már szerintem igen, vagy aki olyan jobb karban van, legalább egy kipróbálás erejéig mindenképpen érdemes. De szeretnénk a csapatunk részévé tenni őket, hogy valójában én úgy gondolom, hogy nagyon jó közösségnek a nagyon jó tagjává válhassanak, és ezt esetleg egyszer majd tovább vigyék. Egyébként valódi életben használható, nem csak tűzoltásnál használható ismereteket is kapnak ezek a fiatalok. Igen, tűzmegelőzés például, Zoli ugye oktató is, úgyhogy Zolitól rengeteg plusz információkat, minden, ami esetleg mentéssel, tűzoltással, akár életmentéssel kapcsolatos, mert nem tudom megjegyezném itt, hogy Zoli és Ottenikő tagunk elvégeztek egy ilyen mentőápoló tanfolyamot, ők végigülték ezt, úgyhogy gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy akár egy káresetnél a mentők kiérkezéséig rendelkezünk két olyan taggal, akik maximálisan el tudják látni ennek a esetleg a sérülteknek a legalább az alap ellátását meg tudják kezdeni. Ha jól tudom, egyébként szeretnétek aktívan részt venni a város életében is, például családi napot terveztek. Igen, tervezünk 2023. június 10-én egy ilyen családi nap, adománygyűjtő, bemutatkozó napot, ahol különböző környező önkéntes tűzoltóságoktól is fognak jönni. Zoli szervezésében még lesznek ilyen kis meglepetés meghívottak is, úgyhogy ez szintén a Csónakháznál lesz. Szeretnénk egy ilyen nagyon szabad, nagyon jó hangulatú, egy ilyen igazi Dunaharaszti, hogy mutassuk meg, hogy milyen Dunaharaszti egyébként. És ha mi ehhez tudunk asszisztálni, mint tűzoltóság, fantasztikus érzés. Folyamatosan lehet hozzátok jelentkezni, ha valaki mondjuk ezen beszélgetés kapcsán kap kedvet a tűzoltáshoz? Igen, folyamatosan, teljesen abszolút. Mondtam, hogy 0-24-ben rendelkezésre állunk mindenkinek. Nagyon őszinte választ várok. Mennyire játszott szerepet a tűzoltás felvállalásában a csajozás? Tehát azért nagyon sok esetben az emberek fejében ott van, hogy naptárakon ott látjuk a tűzoltókat kigombolt mellénnyel és a kiskutyával pózolni. Egyrészt lesz naptáratok, másrészt, hogy csajoztok ezzel? Átadnám a szót Zolinak, azt hiszem ez lenne a legterjesztőbb. Mind a ketten nősek vagyunk, vagytok, az elején ezt mondtam. Nagyon nem. Nem ez volt a gondolat és az irány. De persze van egy ilyen jó oldal az egésznek. A kollégáid, a hivatásos kollégáid élnek ezzel a lehetőséggel? Nem, hivatásukat élik. Naptár terveztek, naptárat esetleg? Annyi felkérés érkezett egyébként, hogy szerintem, ha már más nem, akkor egy ilyen vicces jelleggel mindenképpen szeretnénk. Egyet lehet, igen. Legyen így. Kérek egy dátumot, ahonnan tényleg úgy tudjátok, hogy riaszthatóak lesztek, és már Dunaharasztin ne legyen rátok szükség, vagy nagyon ritkán, de bevethetőek vagytok. Hát ezt nem viccből mondom, de 2023. április 1-e. Legyen úgy, szorítunk. Hogyan kell egyébként a tűzoltóknak köszönni, vagy hogyan megy a szolgálatba engedés? Nyugodt szolgálatot. Hát nyugodt szolgálatot kívánok nektek, de még nem zárjuk le a beszélgetést. Azt azért fontos tudni, hogy Dunaharasztin nagyjából 100 évvel ezelőtt már volt önkéntes tűzoltó egylet, akkor is a város támogatásával, és most is támogatja a Dunaharaszti önkéntes tűzoltó egyesületet, Dunaharaszti város önkormányzata. Lehel Endrével, a város alpolgármesterével folytatjuk. Nem baj, ha tegeződünk, abszolút, ugye? Hiszen persze. Már jó ideje tegeződünk. Miért fontos Dunaharasztinak, hogy legyen egy önkéntes tűzoltó egyesülete? Miért jó ez a városnak? Hát többféle szempontból jó. Tehát én azt gondolom, hogy abból az egyszerű megfontolásból indulok ki, többféle megfontolásból ki lehet indulni. Egyrészt, ha tőlünk nyugatabbra nézünk, minden kisvárosnak van
tűzoltó egyesülete, akik mozognak a városba. Én azt gondolom, hogy az nem véletlenül van. Fontos, hogy helyismerete legyen, rögtön kéznél van, pillanatok alatt ki tud érni. Ezek mind-mind olyan előnyök, amiket figyelembe kell venni. Még egy dolog van, ami nagyon fontos, a dunaharaszti agglomerációs helyzete és a mostani fejlemények, építkezések, amik itt a környezetünkbe alakultak. Például most itt vagyunk a kultúrházban, tőlünk 50 méterre le fogják bontani ezt az aluljárót, újra fogják építeni. Itt az egész közlekedési rendszer meg fog változni. Ne legyen így, de adott egy vészhelyzet, egy tűzeset, és akkor nem tudnak a tűzoltók hogyan bejönni, a helyi tűzoltóknak előnyük van. És akkor ők rögtön odaérnek. Tehát ilyenekre gondolok, amikor azt gondolom. A másik dolog pedig az, hogy hát ha van egy ilyen kezdeményezés, ami szerintem egy nagyon jó dolog. Tehát ez egy ilyen nagyon emberi arca van az egésznek, hogy önkéntes tűzoltó, tehát más emberen segíteni, akkor egy önkormányzatnak kutya kötelessége melléjük állni. Meg is tette az önkormányzat, ne szerénykedjünk. Mivel, hogyan? Hát a tűzoltóautó vásárlása, tehát effektíve a tűzoltóautó vásárlásába segítünk. Ez már folyamatban is van, tehát a pénzügyi osztály már kezeli ezt a kérdést. A másik pedig próbálunk emberi kapcsolatokkal segíteni nekik, irányt mutatni, segíteni, ha ismerünk valakit, aki tud segíteni, tehát a szívünkön viseljük a tűzoltóknak a jelenlétét. Személyesen te egyébként szíveden viseled a tűzoltókat, meg magát a civil életet, és miért? Mert rendkívül fontosnak tartom, mert ha ez nincs, akkor mi értelme van? Tehát én azért vállaltam el annak idején, de most a tűzoltóságról beszélünk, ne rólam, de hogy én azért vállaltam el ezt az alpolgármesterséget, vagy egyáltalán a képviselőséget, mert azt gondolom, hogy itt Harasztinak az a legnagyobb értéke, hogy egy közösség és egy közösség tud együtt működni mindenféle központi irányítás nélkül. Nyilván nem lehet kihagyni a központi irányítás, azokkal jobba kell lenni, de alapvetően rendkívül sok civil érték van, aminek most egy újabb színfoltját látjuk itt a tűzoltók esetében. Hogyan látod, milyen a városban a fogadtatása ennek a kezdeményezésnek, a tűzoltóságnak? Hát amennyire én látom, azt gondolom, hogy pozitív. Én is úgy kerültem bele, hogy a Lócika, egy volt tanítványom, szervizeli az autót, és ő hívott föl, hogy akkor ismertük meg egymást Péterrel a Lócikánál. Terveztek még valamit, hogy segítsétek az önkéntes tűzoltókat? Igen. Titok ez, vagy? Nem titok. Bármi apróság van, akkor mi a Péterrel forró dróton vagyunk. De most azon ügyködünk, hogy a kocsinak az elhelyezése és annak a biztonságos elhelyezése rendben legyen, egy olyan helyen, ahol tudnak indulni, vagy vonulni, ahogy ők mondják. Ez most folyamatban van. Hiszen ha tél van, akkor jéggel oltani nem lehet, ez nem. Tőled való idézet. Igen. Ez komoly? Igen, ezt te mondtad valakinek, nekem nagyon tetszett egyébként. Ez az anyagi oldala egyébként, amit tud adni a város az önkéntes tűzoltóságnak. Igen. Támogatás szintjén, emberi szinten mit tudtok nekik adni? Hát a szimpátiánkat, meg az, hogy itt ülünk egymás mellett, és amikor a Péter úgy gondolja, akkor fölhív, amikor én úgy gondolom, felhívom. Tehát ez a 0-24, amit a Péter mint tűzoltó, tehát vonulásra kész, mi meg 0-24-ben ott vagyunk mögöttük. Hát ennyit tudunk emberileg. Nem akarlak kellemetlen helyzetbe hozni, de beállnál tűzoltónak? Vagy álmodtál gyerekkorodban tűzoltásról? Nem. Tehát tűzoltóságról nem álmodtam. De azt hiszem, én már onnan is leszereltem, tehát a tűzoltóság az nem való. Én láttam sajnos 2 évvel ezelőtt itt Harasztin egy tűzesetet, és láttam, hogy milyen emberfeletti munkát végeznek. A tetőn mászkálva, a vaksötétbe, szóval le a kalappa. Péter, mikor lesztek elégedettek? Mikor érzitek úgy, hogy ez így rendben van? Én úgy gondolom, hogy mondhatom azt, hogy már most is elégedettek vagyunk, folyamatosan elégedettek vagyunk, a legelégedettebbek akkor leszünk,
hogyha gyakorlatilag csak a rendezvényeken fognak látni bennünket. Szerintem ez lenne a legjobb, hát nyilvánvaló ezt az élet fogja diktálni, de az lenne a legjobb, hogyha nekünk csak gyakorlatilag a haraszti rendezvényekre kellene menni, de nyilvánvaló ez nem így lesz. Minél kevesebb káresettel, minél több taggal, és gyakorlatilag egy ilyen feltétel nélküli, ilyen kis úgy mondom, most lehet nagyon banálisan fog hangzani, egy ilyen dunaharaszti szeretetével lennénk elégedettek a legjobban, hogyha ez egy tényleg egy nagyon-nagyon komoly közös összefogás lenne, ami abszolút 99%-ig most már körvonalazódott, hogy ez az. Endre? Nekem eszembe jutott, hogy mit adhatunk még. Hát most persze. Például a városnapokon feltétlenül számítok rá. Tehát ott van egy nagy sokadalom, ott lesz egy bemutató, és ez amit ők elkezdtek, hogy így népszerűsítik a tűzoltóságot, mert nagyon fontos a tűz megelőzési szerep. Tehát az, hogy meg az, hogy felvilágosítsák az embereket. Tehát, hogyha szénmonoxid, meg mit tudom én, vagy gáznál, hogy mit kell tenni. Tehát azt meg tudja tenni esetleg a szomszéd is, hogyha olyan eset van, nem kell megvárni, hogy odaérjenek, de hát az a legjobb, hogyha ők odaérnek addig. És akkor ilyen rendezvényeken, tehát a rendezvényeken biztosítani az ő jelenlétüket. Péter, hogy látod, ha már Endre szóba hozta, mennyire vagyunk mi átlag állampolgárok felkészültek ezen a téren? Tudjuk, hogy hogyan kell egy otthoni tüzet eloltani, vagy tudjuk, hogy mit jelent, hogyha mérges gáz jön a lakásba a kályhából? Én úgy gondolom, hogy sajnos nem tudjuk, sokan nem tudják, úgyhogy ebben mindenképpen hatalmas szerepet szeretnénk vállalni, akár egy ilyen kis párperces videókkal, vagy írásokkal az oldalunkon, minél több megosztással. Én határozottan sajnos azt tudom mondani, hogy nagyon kevesen vannak felkészülve erre, hiszen ez egy teljesen egy élettől távol álló esemény elvileg, és voltam már tűzesetnél nem egyszer, és sajnos ott tapasztalja meg az ember, amikor a károsult azt mondja gyakorlatilag szerintem 10-ből 10-szer, hogy nem gondolta volna, hogy ez vele elő fog fordulni. És sajnos előfordult, és akkor értette meg ennek az értelmét. Péter, Endre, illetve Zoli, köszönöm szépen nektek a beszélgetést. Ez volt a DHO Podcast adásából. A legelső, hamarosan jelentkezünk majd az új adással. Ha nem szeretne lemaradni a DHO Podcastről, akkor kattintson a YouTube-on a videó alatti feliratkozásra. Próbálok közben puskázni, hogy ne hagyjak ki semmit. A legjobb egyébként, hogyha a fekete csengős megoldást választja, mert akkor mindenről azonnal értesülni fog, vagy pedig kövesse a dunaharasztionline.hu oldalt, magát a portált, illetve a Facebook oldalunkon is. Megtalál bennünket, és akkor tuti, hogy nem fog lemaradni semmilyen történésről, ami Dunaharasztihoz kötődik. Viszontlátásra!